Reményik Sándor, művészet. Ütött az élet? Durva póri hadnak tűrted orcátlan győztes röveit? Én rád hallok és megsimogatlak. Az országúton rád fröccsent a sár. Le rólad, égi lánggal égetem. Az én oltárom megtisztulva vár. Emésztő láz kavarja a gyötri véred? Én minden vágyad dalba szövöm át, és bizony mondom, megnyugtatlak téged. Én megérintem hűvös szürkeséget, én új midász, s e bűvös kéz alatt izzó aranyjá lesz, ami az a... József festőművész. 1957-ben született Szabadszálláson. Hajdúböszörményben rajztagozaton érettségizett, 1980-ban végzett Nyíregyházán a tanárképzőfőiskolán, majd másoddiplomát szerzett az Iparművészeti Egyetemen. 1980 óta Budapesten él, tanít, alkot. Tagja az ország legrangosabb művészeti csoportjainak, társaságainak. Munkásságát számtalan díjjal ismerték el, közülük 2008-ban és 2009-ben az Ajkatárlaton kapott díjak eredményeként jött létre a mai kiállítás. Többször is szerepelt az Ajkatárlaton munkáival. Hogyan alakult ki ez a kapcsolata a várossal? Igazából a Bodnárimi segítségével kerültem ide, illetve ő tájékoztatott arról, hogy van ilyen országos tárlat, és elküldte a munkáimat, mondta, hogy nagyon klassz kiállítóhely, és igazán vendégszerető város, és így kapcsolódtam be én is itt az Ajkai, illetve az Ajkatárlatnak a munkájába, illetve elkezdtem küldeni a képeimet ide. 30 éve szerepel csoportos kiállításokon, és 20 éve egyéni kiállításokon, és több díjat is kapott. Mire a legbüszkébb a munkásságában? Hát talán arra, hogy azt tapasztalom, hogy most a kiállítás látogatóknak tetszenek a munkáim, hatással van rájuk, és éreznek egy olyan pozitív kisugárzást, ami hat rájuk, és remélhetőleg tovább tudják szűrni azokat a történeteket, amiket én megfestek, vagy egymásra rakok. Tehát nem annyira a díjak, én úgy gondolom, hanem ha megkérdezek valakit 3-4 év múlva, és még mindig él a munkám, és a falon még mindig olyan friss, akkor azt mondja, hogy hát igen, persze el sem tudnám képzelni, hogyha levesszük a falról, akkor milyen lenne az ebédlő vagy a szoba. Hát én azt hiszem, hogy ezek fontosabbak talán ezeknél a díjaknál. Hát persze nyilván a szakmának a visszajelzése is kell, de együtt jó az egész, tehát nem emelném ki azt, hogy most a díjak azok fontosabbak, tehát hogy valamelyik díj büszkébb lennék. De minden esetben nagyon jól esnek a díjak, ezt kár tagadni nyilván. Művészete eléggé absztrakt. Ön hogyan jellemezné a képeit? Hát ez nehéz. Én azt hiszem, hogy az Imre a megnyitójában abszolút elmondta azt, amit én is gondolok. Igazából lehet, hogy absztraktnak tűnnek a dolgok, rengeteg bujkáló figura van egy-egy képen. Tehát, hogyha megnézzük a képeimet, akkor rengeteg figurális utalás van, jelek, sorozatok, forma sorozatok, és én úgy gondolom, hogy ez a figuralitás jelen van, tehát nem teljesen absztrakt a dolog, nem teljesen non-figuratív. Hogyha fölbontanám a képeimet, akkor persze vannak figuratív, meg non-figuratív részek, de igazából nem. Szeretném, hogyha egy olyan ilyen egyéni mítosz, szóval úgy mondjam, tehát rám jellemző képek alakulnának ki, és egy ilyen egyéni mítosza lenne a dolognak. Tehát a saját élményeim, tapasztalataim, gondolataim valahogy kapcsolódnának a nézők gondolataihoz, és szeretném azt, hogyha ezek a folyamatok, tehát a kép kerete nem zár el, folyamatokként jönnének létre, egy folyamat lenne, fázisok lennének kép a képbe, egy olyan vizuális asszociációk, amikor megjelenik egy forma, egy szín, és arra jön egy automatikus válasz, amin nem igazából agyal az ember, hogy most ez jó lesz, rossz lesz, vagy mi lesz, hanem egy olyan alkotói helyzetbe kerül, hogy szerintem sokkal őszintébben le tudja tenni azt a formát, vagy azt a színt, vagy azt a vonalat. A narancsárga és a zöld minden képén előfordul. Ezt tudatosan alkalmazza?
Igen, én úgy érzem, hogy ez egy ragyogást ad a képnek, és szeretném, hogyha lenne egy olyan üvegablakszerű, egy belső fény a munkáimnak, és így ragadtam le, tulajdonképpen mondhatnám így a narancssárgánál is ennél a zöld árnyalatokra, a meleg hideg zöldeknél, és igyekszem arra is gondot fordítani, hogy legyenek kontrasztok, tehát hogy ne csak egy ilyen hideg-meleg kontraszt, egy komplementer kontraszt jöjjön létre, hanem legyenek sötét-világos kontrasztok is, tehát ez a képen belül megjelennek erősebb, kontrasztosabb ütések is, vonalak vagy foltok, belerajzolások. Igen, tehát így próbálom összeszűrni a kompozícióim ezekből a lehetőségekből. Milyen technikákat használ? Hát elsősorban akrillal festek, mert az gyors, tehát az rögtön szárad, és ehhez grafikai elemeket, vonalak, pasztellel belemegyek, de mindenféle nyomatokat is fölviszek, tehát itt a cipőnek, a cipőre festett festékkel végiggyalogolok a képen, tehát sok minden olyan dolog is bekerül, ami egy ilyen nyomatszerű, tehát nyomatok, vonalak, foltok, és elsősorban akrillal, de szeretem a vegyes technikát, tehát hozzányúlok ahhoz az anyaghoz, ami épp szükséges a kompozícióhoz. Megtervezi előre a munkafolyamatot, vagy pedig leül festeni, és lesz, ami lesz? Az én alkotói folyamatomban nem fér bele a vázlat, tehát én azok közé, a festők közé tartozok, akik nem készítenek vázlatot. Az abszolút, az már rögtön képi akarom csinálni, tehát én próbálkoztam ezzel, hogy megszerkeztem a képeimet, de igazából az én alkotói meglátásom az, vagy habitusomhoz ez nem fér hozzá, hogy vázlatokat készítsek. Nagyon frissen kell leraknom, és pontosan azt az asszociációt zárnám ki, amiről itt beszéltem, tehát azt az asszociációs lehetőségeket, hogy egyből és őszintén rakjak le formákat és foltokat a bennem lévő emlékképekből. Nyilván most ez egy okoskodásnak tűnik ez a része, de nem az, mert sokszor a képeknél rádöbbenek arra, hogy jé, hát ez innen van, ez az emlék ide gyökeredzik, és ez a formát itt láttam. Ehhez kellenek hetek, amire én erre, hogy mondjam, rájövök, és amikor lerakom, akkor ezt nagyon mérők, és bányászom föl, hogy így mondjam, ezeket a dolgokat, és utána áll ez benne. Na most nyilván, hogy a ilyen gesztusokat, amikor felrakom, és oda kerülnek ezek a foltok és vonalak, utána nagy rendet kell vágni belőle. Tehát van egy utána jön a nagyon tudatos része, hogy ezek kompozíciójává álljanak össze. Tehát az kevés, hogy én felrakom az, ami hirtelen indulatból szeretnék odarakni, vagy fölvázolni. Utána nagyon nagy rendet kell rakni a formák között, és egy kompozícióvá kell gyúrni. Tanári és multimédia szakon diplomázott, valamint vizuális és környezetkultúra szakértő is egyben. Valójában mivel foglalkozik civilben? Hát ez a kérdés, ez jó. Általános iskolában tanítok, a Szent Szimónára Albert Református Általános Iskolában rajzott, és a Mérei Ferenc Tővárosi Pedagógiai Intézetnél vagyok rajzszaktanácsadó, azaz órákat látogatok, rajzórákat elsősorban. Az iskolában van lehetőségem médiával is foglalkozni bőven, hiszen van az iskoláknak egy saját televíziója, és ott a gyerekek animációkat, filmeket készítenek, rendszeres műsorral jelentkezünk, tehát ez a médiás része a dolognak, és tanítok, és órákat látok, szaktanácsokat osztogatok, enniből áll a munkám.